estét kívánok, kedves tanulótársak, kedves barátaim, Megyeri Jonatán vagyok. Nyolcat ütött már az óra, vár benneteket a tóra. Egy előre felvett felvételt, előre elkészített felvételt lel jelentkezem ma. Nem sokkal erőre, néhány órával korábban, mint nyolc óra, de remélem, hogy ez az élvezeti értékből, illetve a tartalomból, a hasznosságból mit sem vesz el. Jó estét kívánok, és sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit. Folytatjuk a tánja, a haszid filozófia, a zsidó filozófia misztikus megközelítésé alapján, vagy misztikus megközelítésében alapműnek tekintett Tánja című könyv a, a, tanulmányozását a 38. fejezettel, itt hagytuk abba legutoljára, és két gondolatot, vagy pontosabban egy gondolatot van, a két aspektusát engedjetek meg, hogy a mai beszélgetésen megosszak veletek. Ugye arról volt szó, korábban a 37. fejezetben arról beszéltünk, hogy a micvák, a parancsolatok betartása mennyire eszenciálisan fontos a világ teremtése érdekében. Ugye felmerül a kérdés, vagy felmerülhet a kérdés sokakban, hogy minek a zsidóság, amely, vagy a zsidó vallás, amely különös eh, hangsúlyt, különös figyelmet fektet a parancsolatok, a törvények, héberül micvák betartására, ezen alapszik a zsidó vallás, eh, sokszor sokaknak szőrszál hasogatónak tűnhet, sokaknak idejét múltnak tűnhetnek ezek a parancsolatok, hogy miért olyan nagyon fontosak, ezek miért is kiemeltem fontosak, és akkor erről beszéltünk, ezt, ezt erre ad többek között magyarázatot a, a misztikus, a Hasid filozófia, amely, amely szerint Isten a világot azért teremtette, hogy magának lakhelyet készítsen ezen a legalsóbb fizikai világon, ezen a spirituális szempontból legalsóbb fizikai világon. Most a lakhely ahhoz annak érdekében, hogy Isten, mit jelent a lakhely, a lakhely, és erről fogunk beszélni ilyen részletesebben, pontosan a lakhely, a lakás két aspektusáról, két vonatkozásáról. A lakhely azt jelenti, hogy hogy Isten otthonosan érzi magát, Isten komfortosan érez magát ezen a, fi, ezen a fizikai világon. Csak úgy, mint mi, hogyha vendégségbe megyünk, vagy elköltözünk, akkor fogjuk otthon érezni magunkat, hogyha olyan dolgokat tapasztalunk, amelyekhez hozzá vagyunk szokva, amelyek számunkra is, ö, ö, számunkra is ismerősek. Ugyanúgy Isten ezen a fizikai ö, világon akkor fogja otthon érezni magát, hogyha olyan dolgot tapasztal, amelyben komfortosan érzi magát, amely számára is ismerős, ez pedig a szentség, ez pedig a magasztos, a, a fizikai élvezeteken túlmutató világ. Ehhez fontosak a parancsolatok, a parancsolatok megcselekvése, a tóra micváinak, a tóra parancsolatainak megcselekvése teszi ezt a profán, hétköznapi, materiális világot szenté, felemelté, spirituálisan, spirituálisan, vagy spiritualitással töltötti. Most erről volt szó, tehát a korábbi fejezetekben, ez, ami a gyakorlatot illeti, ez az egyik aspektusa a, 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 zsidó életnek, vagy a parancsolatoknak, ez pedig a gyakorlat, konkrétan a gyakorlat, az az a cselekedet, amelyre a judaizmus nagyon nagy figyelmet fektet, azt mondja, hogy, 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 a cselekedet a fontos, nem pedig, vagy nem pedig a gondolat, nem pedig az intenció. Ez nem igaz, hogy az intenció nem fontos, de a cselekedet jóval fontosabb, ugye? Vagy egyszerű éljek, ugye, ha én folyamatosan, ha én folyamatosan valakit ócsárolok, ha én folyamatosan valakit szidalmazok, de közben, közben azt mondom, hogy mennyire szeretem, akkor akkor az lehet, hogy azt fogja mondani az illető egy idő után, hogy inkább szeres egy kicsit kevésbé, csak ne, csak ne szidalmazzál, ne ócsárolj, ugye? Tehát a, a cselekedet az valójában a kiemelkedő, ugye egy fizikai világról beszélünk, ahol a, ahol a materiális, a, már a világ természetéből adódóan is a materiális, a fizikai az, amely a legnagyobb jelentőséggel bír. Ez tehát a cselekedet, még egyszer nagyon fontos, de ugyanakkor nagyon fontos az intenció is, az érzések is, amelyek szintén, amelyek szintén, amelyek tekintetében szintén kötelességünk a világot otthonossá tenni, otthonossá tenni Isten számára. Um, um, éppen ezért, vagy talán, talán, vagy ahhoz hasonlítható a dolog, mint, ahogy, mint amikor azt mondjuk, hogy az emberben lakozó lélek az Istennek egy darabja, és az isteni energiát ugyanaz az isteni energia, vagy isteni energia mozgatja az ember fizikai testét, és az ember lelkétnek is az ad energiát, de a lélek isteni energiája dacára annak, hogy azt mondtuk, hogy a cselekedet a fontosabb, a lélek isteni energiája mégis magasabb szintű, mégis magasztosabb mint a test isteni energiája, hiszen a lélek halhatatlan, a lélek istennek egy darabja, a fizikai test pedig fizikai. Tehát hiába ennek a fizikai világnak van a fontos, az a cselekedet, a a tevékenység, erre valók a parancsolatok, a Tóra micvái, a Tóra parancsolatai. Az intenció, az érzés, a, a, az, hogy az ember milyen érzésekkel viseltetik, vagy viseltet, az, az, az egy magasabb fok, fokú kötődést jelent. Az egy magasabb fokú kötődést jelent Istenhez. Az isteni energia, amely megtölti a világot, négy szintre osztható. Ez a négy szint, ez tapasztalható, a kabala szerint, a zsidó misztika szerint uh, megmutatkozik Isten négy betűs nevében, ugye ez a tetragramon, ezzel kapcsolatban uh, a héten kérdésekre is válaszoltam, a héber jud betű, a héber uh, uh, hé betű, a héber váv betű, és még egy héber uh, 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 hé betű, jud, hé, hey, váv és hé, hey, ez a négy betűs héber név, ami Isten legszentebb neve, aminek a kiejtését nem tudjuk pontosan, és nem is szabad kiejtenünk, ha tudnánk se pontosan, csak a főpap, csak a napján a Jeruzsálemi Szentély legszentebb helységében, a Szentek Szentjében, ahol a Frigyláda volt, ott ejthette ki ezt az Isteni nevet egyszer egy évben, tehát ez egy nagyon szent Istennév, a legszentebb Istennév, jut, hely, váv és hely. a négybetűs Istennév, ez a négybetűs Istennév korrelál, uh, azzal a, arra a négy arra négy szintre a, a világban, amelyben az isteni energia megtapasztalható, vagy az a négy szint, amely az, amelyben az isteni energia megtapasztalható, ez pedig nem más, mint a teremtés, a fizikai világ négy szintje, ugye a legalsóbb szint, a, a legalsóbb szint az élettelen tárgyak, a következő szint a növényzet, a harmadik szint az állatvilág, és a negyedik szint az pedig az ember. Ugye ez a ez a négy szintje van a teremtésnek, tehát sorrendiségében vagy alacsony, alacs, legalacsonyabb rendűségében ott vannak az élettelen tárgyak, aztán utána a növény, növény, állat és a legmagasabb szint, természetesen az ember, és ez megfelel tulajdonképpen ennek a, a megfelel annak, a, vagy, 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 vagy ugyanez a négyes kapcsolat tetten érhető, mondja az álterebe a tánya szerzője, tetten érhető ebben az isteni, az isteni energia megnyilvánulásában ezen a világon. Eh, ahogy az előbb mondtam, a gyakorlati, a gyakorlat, ez a legalacsonyabb szint, az isteni energiák áramlását tekintve, hogyha azt vesszük, hogy hol, hol tudnak az isteni energiák a leg a legflottabbul áramolni, akkor a gyakorlati szinten, a, pardon, akkor a, a legkevésbé flottul a gyakorlati szinten ezen a materiális világon, ez lesz tehát a, olyan, mint az élettelen. Aztán a következő az lesz a beszéd és a gondolat, amely a növény szintjéhez hasonló ugye a gondolat alatt a tóra tanulást értjük, illetve az imádkozást, a gondolat és a beszéd, amely a lélek, a lélek kifejeződésének másik két ruhája, ugye arról erről korábban beszéltünk az első, Tánja első 30 fejezetében erről sokat beszéltünk, a lélek megnyilvánulásának három ruhájáról, úgy és mint cselekedet, cselekedet, beszéd és gondolat, vagy alulról építkező gondolat, beszéd és cselekedet, ugye a cselekedet, tehát az élettelen tárgyak, a gondolat és a beszéd megfelel a növényzetnek, a második színnek, a harmadik szint, az állatvilág szintjének felel meg az ember ösztön, az embere, emberek ösztön érzései, az ösztönös érzések, amelyek nem, amelyek nem tudatos, vagy nem kognitív módon jelennek meg. És a negyedik legmagasabb szint érdekes módon ez a kognitív, azaz intellektuális alapokon nyugvó érzések. Ugye a haszidizmusban, és erről a következő alkalma fogunk részletesen beszélni, a haszidizmus kifejezetten a Chabad Hasidizmus azt mondja, hogy az érzések Ö, ugye sokan a nyugati világban, és akkor nyitok egy zárójelet, sokan a nyugati világban azt gondoljuk, hogy az érzések mindenek felett valók, ugye? Az, hogy én miként érzek, ez a legfontosabb dolog a világon, hogy az ér, a másik embernek az érzéseire legyünk tekintettel, legyünk figyelemmel, mert az, az, hogy belőlem ez milyen érzéseket vált ki, ugye, itt jön a 24, nem akarok aktuál politizálni, de a 21. századi mikroagresszió, meg az összes ilyen összes ilyen újvilági tünemény,

Ezek mind arra építenek, hogy az emberek érzései mennyire fontosak, az emberek nem kognitív érzései mennyire fontosak. A zsidó filozófia és főként a Chabad Hasid filozófia ennek némileg ellentmondva azt mondja, hogy, a hogy az érzések közül magasabb rendű az agy által vezérelt érzések, a kognitív, azaz az intellektus által elért érzések. Azok az érzések, és itt beszélhetünk például mindjárt példaként az Isten szeretetről, illetve az Isten félelemről, amely ér érzések, amely érzések tudatos módon alakulnak ki az emberben. Ugye kétféleképpen lehet ugyanis elérni az Isten tudatot, vagy kétféle megközelítés van, erről is korábban beszéltünk, az Isten tudat elérésében. Lehet egy föntről lefelé való megközelítés, egy, 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 egy föntről lefelé való építkezés, és egy alulról felfelé való építkezés. A föntről lefelé való építkezés az egy intuitív érzelmi kapcsolat Istennel. Például mondjuk azt mondjuk, hogy hallunk valamilyen nagyon megindító zenét, vagy látunk valamilyen nagyon megindító képet, vagy olvasunk valami nagyon megindító szöveget, ami eltölt bennünket érzéssel. El, valamiféle érzést vált ki belőlünk, de ezek az érzések, ahogy könnyen jönnek, úgy könnyen el is mennek. Amint hallgatok egy, 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 egy akár szomorú, akár nagyon vidám számot, amitől a szomorú számtól melankólikus leszek, a vidám zenétől pedig nagyon jó kedvem lesz, amint kikapcsolom ezt a zenét, amint átmegyek egy másik nótára, úgy az a korábban megszerzett érzés elmúlik. Ez a föntről lefelé ható ez a föntről lefelé ható Isten, Istennel való kapcsolat, a, amely még egyszer könnyen jön, de könnyen el is megy. A lentről fölfelé ható Isten kapcsolat pedig a, a, kognitív, intellektuális alapon épített Isten kapcsolat, amelyben az ember logikai következtetéssel, gondolkodással, meditációval, töprengéssel és tóra tanulással, nagyon alapos és kiterjedt tóra tanulással vagy tóratanuláson keresztül tudja elérni ezt az Isten tudatot. Ez egy magasabb szintű, ez egy nehezebb út, hosszabb út, és nehezebb út is egyben, de mégis egy magasabb szintű kapcsolat, hiszen nehezen jön, de nehezen is múlik, mert olyan mélyen beivódik, olyan mélyen átitatódik az ember énjébe, az ember, eh, eh ahogy mondják, kiskéjébe, az ember gyomrába olyan mélyen átitatódik, hogy, átitatódik, hogy ez már innen nehezen ez már innen csak nehezen fog távozni. Tehát ez a kognitív, az az intellektuális alapon megszerzett hit. Hogyha például egy, más, hogy egy másik példával, ne csak Isten hittel, vagy Isten, Istennel való kapcsolatot említsek, akkor azt lehet mondani, hogy a szerelem, vagy a férfi-női kapcsolat is hasonló. Ugye vannak az intuitív érzelmek, az intuitív szerelem, a, a szerelem első látásra, amikor valaki beleszeret egy fiúba, vagy egy lányba első látásra, és az kivált benne nagyon heves érzelmeket, de azután, bizonyos, ér, bizonyos idő után ezek a nagyon heves érzelmek, ezek alább hagynak, és sőt, gyakran el is múlnak. Szemben a ahogy a Tóra fogalmaz, amikor, Ják, amikor Izsák megházasodott, hogy Ábrahám feleséget keresett Izsáknak Rebek a személyében, és Eliezer Ábrahám szolgája megtalálta Izsáknak a megfelelő feleséget, akkor úgy fogalmaz a Tóra, hogy mikor Izsák, Izsák bevezette Rebekát anyja sátrába, és megszerette őt. Mit jelent az, hogy megszerette őt? Ugyanek két értelmezése van. Az egyik az, hogy feleségül vette, a másik pedig az, hogy a feleség, és ez a túlmutat a, a, azon, hogy feleségül vette, az, hogy, 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 hogy ha nem is feltétlenül beszélünk, vagy nem mindig beszélünk szerelemről első látásra, de az a szerelem, amely kognitív, amely tudatos alapon épül föl, amely, amely egy, egy alapos, a másik megismerését is, nyitott fejjel és nyitott szemmel való, nyitott szívvel való megismerését veszi alapul. Az a szerelem az sokkal tartósabb, mint a pillanatnyi felindulásból, vagy pillanatnyi érzelmi töltetből megvalósuló szerelem vagy szeretet. Ugye, tehát a, ez tehát a negyedik szint, a legmagasabb szint, az isten, isteni energiák is itt áramolnak a leginkább, ez pedig az intellektuális alapokon, ö, ö, istene, intellektuális alapokon megszerzett vagy létrejövő érzelem, ez tehát a, olyan, mint a teremtés negyedik szintje a legmagasabb az ember, ez, a, ez ahol az isteni energiák a legflottabbul áramolnak, ezen a fizikai világon. Kedves barátaim, köszönöm, hogy velem, voltatok. Kérlek, minden, kérek mindenkit iratkozom fel YouTube oldalamra, a, a, YouTube, a Facebook csatornára, Instagram oldalra, holnap este pedig mindenki, vagy holnap este, mit beszélek butaságokat? Holnap reggel, péntek reggel, 8 órakor nézzétek a TV2 Moka című műsorától a feleségemmel leszünk körülbelül 8 órakor, 8 óra 5 perckor, tehát nem kell nagyon korán kelni, TV2 Moka, ki fogom tenni itt a Facebook oldalon is, természetesen, ha valakinek nincs tévéje, úgy mint nekem, vagy valaki esetleg lemaradna róla, vagy más dolga van, nem tudom, mi lehet fontosabb ennél, de hogy hát, hogyha van valami, ami miatt nem tudtok tévé előtt lenni holnap reggel 8-kor, például, hogy dolgoztok, <laughs> Szóval, hogy holnap reggel 8-kor a TV2 Mokka című adásában meglepetést főzünk a feleségemmel Zsuzsival. Ezt is mindenkinek ajánlom. Az Axioma Podcast legújabb epizódjától vendégeskedtem szintén ajánlom. Itt a Facebook oldalon, illetve a Youtube oldalon is megtalálható. Mi van még? Ja igen, és még lesz még mindenféle más megjelenés és megnyilvánulás, úgyhogy mindenkinek sok-sok szeretettel ajánlom, hogy közel kövesse az oldalt, és ezt, ha követitek, akkor ezekről mind értesítést kaptok Youtube-on a YouTube-ot húznám alá. Nagyon szépen kérek mindenkit, hogy amennyiben erre lehetősége van, iratkozom fel a YouTube oldalamra, ez segíti a munkámat. Vigyázzatok magatokra és egymásra, bárkinek kérdése van, várom a kérdéseket sok-sok szeretettel. Legközelebb vasárnap este fogunk ebben a körben találkozni, 8 órakor. Ehm, kihagytam volna valamit? Sabácsalom mindenkinek, kellemes hétvégét, muszlim barátaimnak. Ehm, én Mubarak, ugye már véget ért, ha jól tudom, hogy most ér véget, ha a ramadáni bőjt van itt, kedves muszlim tanulótársunk is, legalább egyről biztosan tudok, úgyhogy én, én vagy Eid Mubarak, egész pontosan, bocsánat, Eid Mubarak tartalmas bőjt után időszakot kívánok, és egyébként pedig Shabbat áldott pénteket a muszlim testvéreknek, áldott vasárnapot keresztény barátainak, Shabbat békés sabátot, békés szombatot pedig mindannyiunknak, és békét a Szentföldön, azt hiszem, hogy a világra ráfér most nagyon sok béke. Vigyázzatok magatokra és egymásra!